Köszönöm szépen. Hola, Ibolya! Bravo, Ibolya! Van itt rajongót szép számmal. Bakács Tibor settenkedője a szó. Megmondom az igazat, hogy sajnos túl vagyok rajta. Tehát beleszerettem a hangodba, és amikor meghallom, ez olyan, mint a Stinget, ha fölteszem, egyébként unom Stinget, de ha meghallom a hangját, tényleg végtelen szerelem ömlik át a lelkemen. Így tehát, ami nagyon tetszett, hogy milyen finom visszafogott vagy. Látod, hátul eltöröd a karod, de a színpadon olyan finom, mint a sejem. Köszönöm. Te is nagyon tetszettél, megint nagyon tetszett nekem a produkciód. Pontosan az, amit mondott a Bakács, hogy visszafogott vagy. Lehetett volna ebből csinálni egy olyan nagyon áriázós, nagyon öblögetős valamit, ahogy úgy az énekesek szeretnek megfürdeni a hangjukba. Valamit megcsillantottál megint abból az előadó művészetből, amit nagyon szeretek és tisztelek benned, az, hogy van valami furcsa érzéked az egyensúllyal. Hogy pontosan tudod, hogy hol van az a határ, meghúzod, és már megijedek, hogy jaj, mondom csak ezt, ne, és nem. Pont nem csinálod meg azt, amit nem lenne szabad, és ez olyan jó érzés, nagyon jó volt, köszönöm. Köszönöm szépen. Ugyanezen a gondolatvonalon mennék végig, az a fantasztikus bölcsesség, ahogyan ez bizonyára ösztönös benned. Ahogyan felépíted, ahogyan adagolod, ahogyan ott van benned a színésznő, a mélyérzésű lány, a fájó lány, a lány, akinek nyitott a szíve. Szóval nagyon sok mindent megmozgatsz az emberben, és most megmutattad a hangodnak a vége fele egy olyan fényes terjedelmét, amit eddig kevésszer. Tehát hallottuk a rekettest, a mélyet, a színésznőset, és a végén a kibomlót, szóval nagyon, nagyon gazdag, végig a figyelmet lekötő. Na, hát dicsértünk rengeteget, gratulálok. Gratulálok. Köszönöm szépen. Tudom, hogy mostanában mindig elrülkodok ki, és végül is dicsérni fognak, hogy olyan biztonsággal kezeled az érzelmeidet, amit nagyon-nagyon kevés énekestől láttam eddig, hogy így beleszállsz olyan érzelmekbe, amitől mások megriadnak. Sokan azért nem lesznek előadó művészek, azért lesznek csak lelkes amatőrök, mert ezt nem tudják megcsinálni. És én arra lennék kíváncsi, és egy kérdést tennék föl, hogy ezt a tudatosan csinálod, vagy az ösztönös? Mennyire tudatos, mennyire ösztönös? A második. Ösztönös. Jó, de tudatosan kapcsolod be ezt a rekeszt? Tehát ezt, vagy hogy nem tudod? Nem tudom, csak ilyen. Mert a profizmus az lenne igazán, hogyha néha tudnád, hogy ezt tudatosan is meg tudod csinálni. Úgyhogy én azt látom, hogy rajta vagy azon az úton, és szeretném egyszer azt hallani majd a mondat végén, hogy ebben volt tudatos döntés is. Akkor talán még jobb, de így is nagyon jó. Szuper. Köszönöm szépen. Én egyszerűen csak ámulok. Igazándiból nem tudlak megfejteni, és egyetlen egy dolgon gondolkodom folyamatosan, hogy vajon lesz-e alkalmam, vagy lesz-e alkalmunk egyszer tényleg megfejteni téged, lesz-e alkalom arra, hogy lássuk, hogy mit miért teszel. Egyszerűen most csak elkápráztatsz, ezt ehhez értesz. Köszönöm szépen, Piero. Piero nehezen jön vissza a betegségből. Még túl kedves, és még itt pihen köztünk, gondolom. Ibolya, hogy érezted magad a színpadon? Megerőltetett ez a műfaj? Hát érdekes, de izgalmas, meg jó. Vagy teljesen mondhatod azt is, hogy teljesen mindegy, hogy musical, rock, vagy country. Teljesen. Én nem mondom ezt. Ja, te nem mondod ezt, jó. Ibolya, mondd csak.